Tisztességes kampány áll a hátuk mögött, összességében elégedettek, ám veszteség, hogy Baróton és Sepsiszentgyörgyön nem sikerült bejutni a helyi tanácsba, értékelte Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke a háromszéki választási eredményeket. Kovászna megyében a Magyar Polgári Párt három településen nyert polgármesteri tisztséget, 12 településen bejutottak a helyi tanácsba, és 2 mandátumot szereztek a megyei önkormányzatban. Értékelő sajtótájékoztatójukon kihangsúlyozták, tisztességes kampányt folytattak szerény anyagi keretek között. 24 tanácsosunk van a megyében, és még hozzá kell adni azt a 9 tanácsost, aki Magyar Polgári Párt tag, ők ugyan RMDS listán jutottak be, és van 3 polgármesterünk Gellencén, Málnáson és Zabolán. Vargyas esetében el lehet mondani azt, hogy ott egy független polgármestert támogattunk, aki megnyerte a választásokat. Kulcsár Terza József szerint a 4 éve tartó folytonos civakodás az Erdélyi Magyar Néppárttal azt eredményezte, hogy a Magyar Polgári Párt nem érte el Sepsiszentgyörgyön és Baróton az 5%-ot, így nem lesz jelen az önkormányzatban. Mint mondta, az MPP-s megyei tanácsosok feladata lesz, hogy a 2 város polgármesterével tartsák a kapcsolatot és megpróbálják projektjeiket sikerre vinni.